Három fordulót követően egy győzelemmel és két vereséggel az NB1B keleti csoportjának 8. helyén áll a Nyíregyháza Blue Sharks. Az elmúlt hétvégén nem rendeztek fordulót, így a csapatnak 2 hete volt a játék csiszolására. A szakmai stáb legfontosabb feladata az, hogy kiküszöbölje az eddig minden meccsen tapasztalható gyengi periódusokat. Abból adódóan, hogy fiatalok vagyunk, a teljesítményünk is hullámzó lesz. Biztos vagyok benne, hogy az egész bajnokság során sajnos nem fogjuk tudni ugyanazt a kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, és azt a teljesítményt nyújtani, amit Debrecenben láthatott a közönség. Meg kell oldanunk, hogy ezek a hullámvölgyek minél rövidebbek legyenek, illetve lehet, hogy egy picit a hazai pálya most még feszélyezi a csapatunkat. Szeretnének bizonyítani, úgy gondolom, a srácok a hazai közönség előtt is, és ez egy picit rányomja a bélyegét a mérkőzéseinkre. Túl kell ezen jutni, kell, hogy jöjjenek a mérkőzések, biztos vagyok benne, hogy meg fogják tudni oldani, ahogyan haladunk előre majd a bajnokságban. A nevelőklubjához nyáron visszatérő Varga Márton az első forduló előtt sérült meg, de a center már bevethető lesz a hétvégén. Fájdalmaim szerencsére már nincsenek, erőben vannak kisebb problémáim, de igyekszem minden jobban teljesíteni és megmutatni, hogy helyen van a csapatban. A kék cápák szombaton Egerben lépnek pályára. A vendégek helyzetét nehezíti, hogy a 20 év alatti játékosok közül Fazekas Csaba és Keul Tamás is sérült, már pedig egy fiatalnak végig pályán kell lenni a mérkőzésen. Az Eger ellen játszottunk egy felkészülési mérkőzést, és nem igazán lehet azt mondani az Eger játékára, hogy tervezett kosárlabdát játszanak. Gyakran a szabályokat nem betartva mozdulnak a játékosok, nehéz az ilyen csapat ellen játszani, de mindenképpen nekünk bíznunk kell abban, hogy sokkal jobb az erőlétünk, mint nekik. Bíznunk kell abban, hogy keményebben tudunk védekezni, és nincs mese, leszegett fejjel kaparni kell annak érdekében, hogy meg tudjuk nyerni a találkozót. A 4. forduló további párosítása a következő: Tiszaújváros Nagykőrös, Salgó-Tarján Hódmezővásárhely, Debrecen Óbudai Kaszások, Békés Budapesti Honvéd és Mavsz 2 Miskolc.